Az ünnepségen beszédet mondott Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, valamint Huba Imre vármegyei elnök is. Kezdte köszöntőjét Szepesi Tibor polgármester, majd bemutatta a fejlesztést. Nyilván, amikor a milánói pavilon, tehát a világkiállítási pavilon elhelyezéséről volt szó, akkor természetes volt, hogy kezelni kell azt a területet, ami a pavilon körül van. Ugye nagyon sok gondolat fölmerült, hogy hogyan lehet hasznosítani. Nyilván a legegyszerűbb az volt, hogy egy olyan park kerüljön megépítésre, kialakításra, amely illik a pavilonhoz. Amikor aztán tovább gondoltuk, hogy milyen park legyen az, amely a pavilon mellé kerül, a világkiállítási pavilon mellé, akkor ugye jöttek a gondolatok, hogy mi mindennek kellene megfelelnie. Szabadidő hasznos eltöltése, gyermekeknek lehetőség, akár nagyobb rendezvények lebonyolításának a lehetősége, és ennek megfelelően kezdődött el a tervezés. Nagyon sok helyszínt bejártunk, nagyon sok vidéki, fővárosi parkot megnéztünk, nagyon sok gondolatot próbáltunk összeszedni, jó megoldásokat ellesni, és hát nem titok az, hogy egy olyan tervezői csapat jött össze, tájépítészekből, kertészekből, akik aztán megálmodták ezt a parkot. Figyelembe kellett természetesen venni a helyi sajátosságokat, a helyi igényeket, azt, hogy mire szeretnénk majd használni, milyen rendezvényeket szeretnénk megtartani, és hát ez alakult ki belőle. Szerencsénk volt, én azt gondolom, ilyen szempontból, hiszen azok a pályázati lehetőségek, amelyek megnyíltak, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy egy-egy részét akár külön-külön is meg tudjuk valósítani, azok valahogy egyszerre kerültek felszínre, egyszerre próbáltuk belegondolni azokat a lehetőségeket, amelyeket elterveztünk, és hát szerencsére úgy állt össze, hogy nagyjából egyszerre tudtuk megvalósítani, és hát ha jól számolom, akkor nagyjából egy 7-8 pályázat az, ami jelenleg a végéhez ért, és vagy a végéhez ez fog érni a közeljövőben. Tehát így fog összeállni az az egész terület, amely itt a milánói világkiállítási pavilon körül, a kerítésen belül, ezen az 1,7 hektáron megvalósul. Nagyon sok kivitelező végzett munkát, hiszen minden egyes pályázatnak külön jogi formalitásai voltak, közbeszerzési részei, más-más kivitelező nyerte el egy-egy pályázatnak a megvalósítását, és én nagyon köszönöm a tervező csapatoknak, a műszaki csapatoknak, a kivitelezői csapatoknak, hiszen nem csak egy generál kivitelező, hanem a generál kivitelezőkön túl nagyon sok alvállalkozó vett részt a terület kialakításában, és mindenki partner volt abban, hogy nem zavarva egymást, egymás mellett dolgozva, óriási pontossággal és gondossággal végezték munkájukat, úgyhogy én is csak köszönettel tartozom nekik is, és természetesen azoknak a kollégáknak is, akik a pályázat előkészítésében, lebonyolításában, és hát most jelenleg éppen az elszámolásban még nagyon sokat fognak dolgozni. Ahol most vagyunk, az a park a városkép fontos eleme, hiszen egyszerre közösségi tér a hagyományőrzésre, a gyermekek játékos időtöltésére nyújt alkalmat, a felnőttek részére pedig egy szép pihenőhely, mondta dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. A városi létnek egy pontos feltétele volt 200-300 évvel ezelőtt, hogy legyenek vásárok, és Karcagon ez a terület, itt a strandfürdő, illetve a most kialakított Liget park, ez volt a vásártér, sőt még a kórház területének jelentős része is ide tartozott, állatvásárok voltak itt, de egyébként mindent lehetett kapni a régi part, a bölcsizmától a hatalmas karcagi kenyérig. Erre emlékeztet itt a vasútállomás, a kis vasúton, és a rónai malom is, hiszen aki akarta, a megvett búzát azonnal őröltethette is. És én örülök annak, hogy több próbálkozás után, hiszen itt a 70-es, 80-as években színpad épült, akkor is egy közösségi tér volt, most sikerült egy olyan pályázattal ezt a területet kialakítani, amely igazán hasznos a város számára. Hiszen itt játszótér, közösségi tér, biciklis pumpapálya, pihenőhelyek is vannak, és csatlakozik.
csatlakozik a milánói pavilonhoz, a Sámán doboz, amely egy meghatározó kulturális művészeti attrakciója lesz a városnak. Itt lehet biciklit is kölcsönözni, lehet sétálni, pihenni, van egy kondipálya, tehát egy csomó olyan funkció van, amire Karcag büszke lett, és ugye a régi közösségi feladatok mellett, hiszen a vásár azért egy nagy találkozóhely is volt, egy újabbat sikerült találni, egy újabb funkciót, ami erősíti Karcag térségbeli szerepét is, és az itteni életszínvonal szempontjából is egy jelentős emelkedést hoz. Biztos vagyok benne, hogy itt lesz érdeklődés, mert én erre járok a Tégláskertbe, Zugkertbe és Kisvénkertbe, és látom, hogy itt amíg nem volt ugye fölkerítve a terület, addig is sokan jöttek a pumpapályához. Hát most mai viszonyok között egy ilyen igényes közpark kerítés nélkül és nyitvatartási idő nélkül elképzelhetetlen. Ez lehetővé teszi azt, hogy mindenki kulturáltan és az értékeinket kellő állapotban találva tudjon itt pihenni, szórakozni, játszani. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő így kezdte beszédét. Nagy szeretettel üdvözlök itt, Karcag most már egyik legszebb pontján mindenkit. Majd arról szólt, hogy kerékpárral érkezett családjával a megnyitóra. Én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban milyen volt, amikor Kresszpálya volt, meg Erzsébetliget, és hát most a gyerekekkel jöttünk, itt a kisföldek felől jöttünk az erdő mellett, és jó érzés jönni úgy Karcagon, hogy amikor jöttünk, akkor elmentünk a Lombkorona sétány mellett, az erdei futópálya mellett, ugyan nem látszik ott az erdei kerékpáros pálya, látszik, hogy épül a ligetúti sporttelep, és jó volt ide jönni, és látni azt, hogy micsoda szép lett Karcag. És a középső fiam mondta, hogy ez olyan, mintha nem is Karcagon lenne. És belegondoltam, tényleg egy kicsit olyan, mintha tényleg egy nagyvárosban vagy egy üdülőhelyen lenne az ember, de hozzá kell ahhoz szokni, hogy Karcagnak most már ilyennek kell lenni, Karcagnak olyannak kell lenni, amilyen a lelkünkben, a szívünkben van, és egy olyan város kell építeni, ahova nem csak jó visszajönni, hanem jó itt élni, és jó itt gyermeket vállalni, és jó látni az, hogy nagyon sok kisgyerekes jött ide, és azok a gyerekek, akik itt nőnek fel, jól érzik magukat, azok tudják azt, hogy jó itt élni, gyereket vállalni, és hogyha a munkahelyteremtés is úgy halad, ahogy most a város fejlődik, akkor én azt gondolom, hogy újból virágkorát fogja érni Karcag városa. Hát úgy kell gondolkodni, hogy nem kell a múltat végképp eltörölni, hiszen ami érték, ami megmenthető, azt hasznosítani kell. Persze van olyan, amit már nem tudunk, de a helyet újat építünk, és mindenképpen szépen fejleszteni kell a várost, úgyhogy a hagyományaikat figyelembe kell tartani, de mindenképpen modern, szép város kell, és fejlődő várost építeni. Hubay Imre, a Jászhegyi Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke is gratulált a város vezetésének, a kivitelezőknek a szép parkért, játszótérért, majd felidézte az Erzsébet ligethez fűződő gyermekkori élményeit, a kőpingpongasztalt, a Kressz parkot, a színpadot, majd arról szólt, hogy a ligetben a kor kihívásainak megfelelően megújult a közösségi tér. De ha belegondolok, hogy ezelőtt 40-45 évvel én is itt tanultam meg a Kressz alapvető szabályait, én is ide jártam ki a szüleimmel, nagyszüleimmel, gyakorlatilag az egész várossal, amikor valamilyen megmozdulás alkalmával főtt a birkapörkölt, és kis kollektívák verődtek össze, kijártak piknikezni, itt tanultam meg asztali teniszezni beton pingpongasztalon, és ha jól emlékszem, akkor nagyjából olyan 37-38 évvel ezelőtt már álltam színpadon itt az Erzsébet ligetbe, akkor készült el az a színpad, ahol Szabó Lacán nagyjából 15-20 alkalommal vert a földhöz egy perc alatt a Cselgáncs bemutatón, hiszen május 1-én Cselgáncs bemutatót tartott az akkori Cselgáncs szakosztály, karcagi Cselgáncs szakosztály, és bizony több karcagi alkár szendreimivel is megmutathattuk, hogy milyen módon készültünk föl a versenyre. Eléggé megterhelő volt, de talán az ember megtanult a földről fölkelni, és megtanult a nehézségeket úgy kezelni, hogy azok ne okozzanak visszatartó erőt attól, hogy jövőben is keressük a kihívásokat. És milyen jó lenne, hogy itt nem lenne térerő, hogyha ide nem azért jönnének ki a fiatalok, hogy innen különböző közösségi médiákat látogassanak, hanem hogy szabadban találkozzanak egymással, sportoljanak, kikapcsolódjanak, élvezzék az épített környezet adta lehetőségeket, és nem csak a játékokat, hanem azt a hangulatot és azt az üzenetet, amit ez a térség megfogalmaz. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr is elmondta, hogy milyen nagy múltra tekint vissza, és a városnak milyen fontos erőtere volt itt ez az Erzsébet liget, és
én magam is osztom azt a meggyőződést, hogy itt nem csak a városban élőknek nagyon jó most itt élni, vagy egyre jobb itt élni, hanem a gyermekeken keresztül majd a jövő nemzedékeinek is az lesz. Hiszen ezek a terek a jövő nemzedékeinek szólnak. Ezek a játékok is a jövő nemzedékeinek szólnak. Itt ezek nem fognak elavulni 5-10 év alatt, hanem még 20-30 év múlva is használhatóak lesznek. A mai kor igényeinek és a hatósági elvárásoknak megfelelő módon elkészítve gyakorlatilag a mi életünkben egészen biztosan jó szolgálatot fognak tenni, és nem csak játszani, kikapcsolódni, hanem akár kulturális vagy sportrendezvényekre is kiválóan alkalmas ez a terület, és amellett, hogy a hungarikumainak a bemutatására, a megyei települési értékek felvonultatására is én kiváló rendezvényhelyszínt látok benne, amellett a karcegeknek ez egy mindennap látogatható, mindennapos program lesz az Erzsébetigetben egy jó kört tenni, akár egy jó kávét meginni, akár egy rendezvényen egy finom birkapörköltet elfogyasztani, és miközben látjuk felcseperedni a gyermekeinket, látni őket játszani, ezeket a játékokat használni, talán ez a legnagyobb boldogság, hogy végre elmondhatják a gyerekek, hogy a karcagi erőforrások és a karcagi lehetőségek számukra most már olyan tárházzal bírnak, hogy gyakorlatilag kapkodják a fejüket és válogathatnak sorba azok között a terek között, ahol jól érezhetik magukat, a felújított terekben, felújított játszóterekben, akár a sportnak, akár pedig a játékos formában a közösségépítésnek is részei lehetnek. Kívánt az elnök, majd az avatóbeszédek után a több száz gyermek birtokba vette a játszóteret, az idősebbek a parkot, és közben a színpadon zajlott a műsor helyi és vidéki fellépőkkel, de itt voltak a mesehősök is, akikkel lehetett fotózkodni. Igyekeztünk a mai délutánon úgy összeállítani a programot, hogy minden kisgyermek megtalálja benne a magának valót. Jelen pillanatban a Habakuk zenekar van a színpadon, ők varázsolják el a gyermekeket zenés műsorukkal. Már megérkeztek közénk a sétáló látványosságok, itt van Elza hercegnő, Mici Mackó, Darth Vader és a Mancsőr járat sztárja. Itt lesz velünk egy hölgy, aki óriás buboréksóval fog kedveskedni a gyermekekkel, illetve megérkezett már Don Valentino, aki hamarosan Luffy-t fog hajtogatni, illetve ő is színpadra áll majd. De hívtunk különböző kiegészítő programokat is, hiszen itt van velünk a Máltai Szeretett Szolgálat karcagi csoportja, akik arcfestéssel, csillámtetoválással készültek. Itt van velünk Szolnokról a Teszvesz Alapítvány, aki népi játékokat hozott a gyermekeknek, illetve bár nem a színpadon, hanem a színpad mellett be fog mutatkozni a karcagi Dalma Dance Club tánc csoportja is. Ez egy okos játszótér, itt mögöttünk látható az információs tábla, ahol letölthető az applikáció minden okos telefonra, és különböző korosztály számára készítettek játékokat. Lehet itt dinóvadászattól kezdve mindenbe bekapcsolódni a gyermekeknek.